Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELT piaci körkében, augusztus 16-a hétfő van, és ha egy kicsit visszatekintünk a múlt hétre, akkor jól látható volt, hogy beleszaladtunk egy kisebb uborka szezonba, nem nagyon mozogtak az árfolyamok, a szerdai nap volt egy pici mozgás, meg a péntek délutáni órákban, ugyanis dollár viszonylatban kijött egy rossz hír, és ezért a dollár gyengülni kezdett, de alapvetően számottevő mozgás nem volt a múlt héten. Ez az állítás nem teljesen igaz az összes devizapárra, ugyanis az elmúlt két hétben a CHF párok nagyon szépet meneteltek, majd ezeket is meg fogjuk nézni a csártokon, és ma egy kicsit ilyen hibrid megoldással jövök, mégpedig a hetes csártokat már az új felületen fogom bemutatni, és a 4 órás rövidtávú kereskedéseket pedig a MetaTrader-en. Nem szeretnék egyelőre teljesen elszakadni a MetaTrader-től sem, mert tudom, hogy nagyon sokan használják. Ezt gondoltam ki a mai nap megoldásaként, úgyhogy vágjunk is bele. Mivel túl nagy változások nincsenek a múlt héthez képest, főleg itt belépési lehetőségek tekintetében, ezért igyekszem a mai videót egy kicsit felpörgetni, és csak azoknál a devizapároknál kicsit elidőzni, ahol érdemes lesz figyelni a következő napokban. A többi devizapárt inkább csak érintőlegesen említeném, nincs értelme olyan helyeken időzni, ahol nincsenek belépési lehetőségek, vagy egyszerűen csak tovább kell menni, és türelmesen kivárni a következő lehetőséget. Jó, akkor vágjunk is bele, gyorsan áttekintjük itt a Forex Factory oldalán, hogy milyen hírek várhatók a héten, és mely devizapárokra lesz érdemes figyelni, és aztán átmegyünk a csártokra, és ott folytatjuk tovább majd. Itt is vagyunk a hétfői napon, túl sok adatra itt nem számíthatunk, viszont a hajnali órákban kínai adatok jöttek ki, amik nem lettek túl jók, majd mindjárt megnézzük a csártokon, hogy ez mely devizapárokat befolyásolhatott. Aztán, ha tovább görgetünk a keddi napra, akkor az egyetlen fontos hír igazából az USA dollár hírek lesznek, amik retail sales eladási adatok lesznek, tehát ezek fontos adatok lesznek mindenki. Aztán lesz egy kis beszéd az esti órákban, úgyhogy itt a keddi napon a dollár párokra lesz érdemes majd figyelni. Tovább lapozva a szerdai napra, jól látható, hogy egy mozgalmas napnak nézhetünk elébe, már a hajnali órákban nagyon fontos adatok jönnek ki NZD párakon, itt lesz kamatdöntés is köztük, aztán reggel 8 órakor fontos CPI adat jön ki GBP páron, a délutáni órák viszont a kanadai párokról fognak szólni, és aztán esetleg lehet egy fontosabb mozgás még este 8 órakor dollárpáron is, úgyhogy erre a napra érdemes lesz mindenképp figyelni, itt már szerintem érdemesebb lesz inkább a napos gyertyákra koncentrálni. Tovább görgetve a csütörtöki napra, jól látható, hogy már a hajnali órákban fontos adatok jönnek ki ausztrál dollár páron, itt munkanélküliségi adatok lesznek, ezek nagyon fontos adatok, úgyhogy itt is érdemes lesz figyelni a napközben is, és délután lesz egy kisebb dollárhír is, de alapvetően nagy történések csütörtökre ezen kívül nem várhatóak, viszont erre a devizapárokra érdemes lesz figyelni. A pénteki nap az már csendesebbnek tűnik, úgyhogy ha röviden összefoglalnánk, akkor amire érdemes lesz figyelni, ausztrál dollárra, USA dollárra és az NZD párokra lesz érdemes koncentrálni a héten. Ilyenkor, amikor látjuk, hogy mely devizapárokon jönnek ki fontosabb hírek, érdemes előtte jól átnézni ezeket a párokat, ugyanis általában mindig ilyen párokon szokott lenni előzetesen jó belépési lehetőség, és ilyenkor a hírek tulajdonképpen legtöbb esetben megtámogathatják az irányt, jöhetnek hevesebb mozgások és beindulhatnak az árfolyamok. Ezért érdemes a hetet a Forex Factory oldalán kezdeni, mert így lehet egy kis rálátásunk arra, hogy mely devizapárokban érdemes gondolkozni a héten, és jól látható, hogy a szerda és a csütörtöki napon jöhetnek hevesebb mozgások, hogy ezekre érdemes lesz figyelni, és akkor átmegyünk mindjárt a csártokra, és akkor a folytatás következik ott. Itt is vagyunk az X-Station felületén, és ahogy a bevezetőben is említettem, a hosszú távú kereskedéseket ezen a felületen fogjuk átnézni, viszont a rövid távú kereskedésekhez át fogunk menni majd a MetaTraderre. Ha esetleg más gyertyaformációkat fogtok látni itt, mint mondjuk a MetaTraderre, az azért van, mert egy óra eltérés van a szerveridők között, ezért egy kicsit a gyertyaformációk a nagyobb idősíkokon mások lehetnek, de ez a hosszú távú irányokat és a kereskedést igazából nem befolyásolja. Itt annyi a különbség, hogy míg a MetaTraderen a 4 órás gyertyák azok 11 órakor zárnak, de általában, hogyha jó belépési lehetőség van már a 11-es MetaTraderes napos gyertyán, akkor ugyanúgy be lehet lépni, nem kell megvárni az éjfélt, hogy belépjünk. Itt a jobb alsó sarokban meg is található a gyertya zárás ideje, ez minden idősíkon megjelenik, míg a MetaTraderen ehhez indikátort kellett szintén használnom, tehát ez is egy plusz funkció ennek a felületnek.
Ahogy láthatod, ezen a felületen is csak vízszintes vonalakat és trendvonalakat fogok használni, nincs más eszközre szükségem, de vágjunk is bele az elemzésbe. Itt vagyunk az USA dollár index 7-es csártyán, itt volt egy utolsó legmagasabb 7-es gyertyánk, ami az idei év legmagasabb pontja volt, és az látható, hogy itt a múlt héten próbálkozott, vagyis hát 2 héttel ezelőtt próbálkozott az árfolyama szint fölé zárni, de aztán a múlt heti hétvégi pénteki adatoknak köszönhetően ismét a szint alá zárt az árfolyam. A kérdés csak az, hogy megyünk tovább lefelé, vagy esetleg újra a szint fölé tudunk zárni. Úgyhogy itt most már több hete tulajdonképpen nem nagyon történik semmi. Meg kell várni, hogy a hét az hogy alakul, és aztán meglátjuk, hogy ha a szint alatt tudunk maradni, akkor jöhet egy hosszabb lejtmenet újra, és aztán itt lesznek majd olyan szintek, amik esetleg megállíthatják, és aztán jöhet egy visszateszt is ebből, és aztán egy ABCD alakzatba akár lejöhetünk az előző év aljáig, meglátjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni. Jó, tehát egyelőre azt láthatjuk, hogy a dollár gyengélkedik, mindjárt megyünk a dollár párokra, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet, mi változott a múlt héthez képest. Első körben GBP USD, itt vagyunk a GBP USD 7-es csártyán, és jól látható, hogy nagyon szépen felpattant az árfolyam innen a tavalyi év szintjéről, és aztán volt egy nagyon szép momentum gyertyánk, és arról beszéltem a múlt héten, hogy ez nem jelenti azt, hogy itt azonnal el fog indulni az árfolyam, és jól látható, hogy most már 1-2 harmadik hete itt vagyunk ebben a sávban, és nem tudott még elindulni, viszont ami érdekes, és hogyha lemegyünk a napos csártra, amit itt ezen a felületen úgy tudok megtenni, hogy a kurzor nyíllal felfelé nyomok egyet, és akkor már is átugrik tulajdonképpen egy idősíkkal lejjebb a történet, és nagyon szépen látszik, hogy ezek a hetes szintek, amiket behúzok, ezek mennyire működnek, ugyanis ide tesztelt vissza az árfolyam. És mindig arról beszélek, ugye, hogy az első menetben nem nagyon szoktam benne lenni, mert ugye volt egy hosszú lejövetelünk, volt egy első felmenetelünk az utolsó legmélyebb pontról, és mindig diszkont áron keresem a belépőket. Tehát most megalakult egy ilyen kis visszateszt, és itt ezeknek a szinteknek a környékén érdemes lesz majd figyelni, ide be lehet húzni akár egy trendvonalat, és hogyha ez a szint már nem sérül újra lefelé, akkor akár elindultunk felfelé is, tehát ide is be lehet húzni egy trendvonalat, és szépen meg kell várni egy újabb momentumgyertyát, ami ki is jöhet esetleg egy fontosabb USA dollár hírni, hogyha az nem jó adat lesz, és akkor belendítheti a GBP USD árfolyamát, és akkor ez egy szép kis kereskedés lehet felfelé, és ugye, ahogy néztük a 7-es csárton, azért van még hely felfelé, ugye a kurzor le gombbal vissza tudunk menni a 7-es csártra, még annyi, amikor így jelenik meg a csárt, akkor ide az árfolyamokra kétszer rákattintunk, akkor nagyon szépen berendezi, és akkor újra be tudjuk húzni magunknak, és a görgetővel pedig tudjuk alakítani, szépen felnagyítani az árfolyamokat, úgyhogy sokkal könnyebb és kezelhetőbb a felület így, mert bárhova tudom mozgatni a csártot, nem úgy, mint a MetaTrader-em. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy 7-es szint fölött vagyunk, ugye, és ugye a 3 évvel ezelőtti szintre várjuk majd az árfolyamot, itt kialakulhat az a kis W alakzat is, úgyhogy itt már csak tulajdonképpen egy türelemjáték, hogy itt mikor lesz egy olyan belépő, ami egy hosszabb távú lehetőség lehet, úgyhogy ezt türelmesen ki kell várni. Ilyenkor, amikor ilyen szenáriók vannak, ilyenkor már érdemes a csártokat a napos szinten tartani. Jó, de megyünk is tovább a következő pára, euró-USA dollár. Itt vagyunk az euró-USA dollár páron, és ugye múlt héten arról beszéltem, hogy ez a szint tartja magát, ami az utolsó legmélyebb 7-es gyertya volt, ennek a szintje volt behúzva, és jól látható, hogy igazából megcsinálta az előző időszak szintjét, és onnan pattant fel az árfolyam, hogy itt is a pénteki híreknek köszönhetően szintén a szint fölé próbál zárni az árfolyam, de egyelőre itt még nem vagyunk a szint felett. Itt is hasonló alakzat alakul ki, mint mondjuk a GBP USD, itt is egy W alakzatban, csak itt viszont még az előző év szintje alatt vagyunk, tehát első célárként mindenképp ezt céloznám meg, és csak utána gondolkoznék tovább, hogyha ezt a szintet sikerül áttörnie. Jól látható, hogy azért egy picit le van maradva az euró USD a GBP USD-hez képest, úgyhogy itt mindenképp érdemes megvárni, hogy szint fölé kerüljünk, teszteljük vissza ezt a szintet, a szint alá már testtel ne jöjjön be egy gyertya se, és utána tudunk felfelé gondolkozni. Itt akkor lesz majd érdemes lemenni a kisebb idősíkra, ha már a szint fölött tudunk maradni. Mivel egyelőre itt nincs jó belépési lehetőség, így megyünk is tovább, mégpedig az NZD USD-re. Szintén 7-es csárton vagyunk, és a múlt héten arról beszéltem, vagy 2 héttel ezelőtt, hogy nagyon szépen kialakult itt egy fordulós gyertya, és aztán a legutolsó, legmélyebb
hetes gyertya szintje fölé tudott egy picivel zárni. Igaz, hogy a múlt hét még kicsit benézett ide a szint alá, de aztán a hét végére nagyon szépen ki is alakított egy újabb gyertyát. Nekem ezek azok a jelzések, amik igazából megmutatják, ezek a hetes gyertyák, hogy igenis jó eséllyel indulhatunk felfelé. Itt tulajdonképpen már bárhol be lehet lépni, ahogy én is beléptem, és türelmesen ki kell várnunk, hogy tegye a dolgát az árfolyam, és egyszerűen békén kell hagyni. Tehát a legjobb megoldás az, hogy amikor ilyen szenáriókat látunk, egyszerűen csak be kell tenni a pozíciónkat, és hagyni kell, hogy a piac tegye a dolgát. Nem tudjuk, hogy mikor fog elindulni, jöhet bármikor egy hír, viszont hogyha egy hír nagy gyertyát kialakít, akár egy napos gyertyát is, akkor már itt a szintek környékén nagyon nehéz lesz belépni, tehát már csak magasabb szinten tudunk belépni, ami azt jelenti, hogy akkor nagyobb stoppot is kell majd használnunk, úgyhogy én ilyenkor beszoktam lépni, és hagyom, hogy a piac tehesse a dolgát. Ugye ilyenkor jön be a mentális rész, mert nem tudjuk, hogy az árfolyam mikor fog elindulni, viszont a múltbeli tapasztalatom az, hogy a hetes gyertyáknál általában csinál egy-két kicsi gyertyát, aztán a harmadik héten beindulhat, csinál egy nagy gyertyát, csak akkor már lemaradunk. Tehát általában ilyenkor érdemes résen lenni, mert két zöld rövid gyertya után jöhet egy nagyobb elmozdulás is, viszont itt már nagyon nehéz lesz belépni, tehát ilyenkor semmi más dolgunk nincsen, mint türelmesen ülünk a poziban, és itt jön be a lelki rész, hogy mennyire bírjuk ezt tartani, és kibírjuk-e azt, hogy kivárjuk, hogy elinduljon az árfolyam, viszont hogyha itt nem lépünk be időbe, akkor nagyon könnyedén lemaradhatunk, úgyhogy erre érdemes figyelni, és tényleg itt jön be a kereskedésnek a legnehezebb feladata, hogy türelmesen bírunk-e ülni, és meddig bírunk negatívban, mínuszban ülni, amíg esetleg pluszban nem fordul az árfolyam. Így erre a párra a következő napokban érdemes lesz mindenképp figyelni, lemenni kisebb idősíkokra, és ott várni a jó belépési lehetőséget, aki esetleg még nem szeretne belépni, de megyünk is tovább, mégpedig az utolsó dollárpárunkra, ausztrál dollár, USA dollár. Itt vagyunk a csárton, hetes csárton vagyunk, ugye itt volt a két évvel ezelőtti szintünk, ezt tesztelte vissza nagyon szépen, kialakított egy utolsó, legmélyebb hetes gyertyát, és azóta 1-2-3, a negyedik hete tulajdonképpen ebben a sávban vagyunk. Ugye ezt szoktuk hívni egy ilyen inside bar-nak is, amikor egy gyertyán belül van az árfolyam, és se lefelé, se felfelé nem tudta még áttörni a szintet, úgyhogy itt egyelőre nincs is dolgunk, amíg itt szignifikánsan át nem töri ezt a szintet, addig itt nem nagyon foglalkoznék ezzel a devizapárral. Így a dollárpárok közül tehát a GBP-USD-re és az NZD-USD-re érdemes koncentrálni, ugyanis ez a két deviza van már a hetes szintek felett, ugye az EURUSD és az AUDUSD, az viszont még a szint alatt van, tehát jól látható, hogy a két devizapár, a GBP és az NZD már jóval előrébb tart. Ezzel a dollárpárokkal végeztünk is, mehetünk tovább mégpedig a japán yen párokra, első körben USA dollár, japán yen. Ugye itt vagyunk a hetes csárton, volt egy utolsó legmagasabb hetes gyertyánk, két héttel ezelőtt nagyon szépen felpattant az árfolyam, de arról is beszéltem, hogy amíg a szint fölé nem tud zárni, addig itt nem gondolkozunk longba. Itt egyelőre megy a csapkodás, felmegyek egyik héten, a másik héten lejövök, itt is felment az árfolyam, aztán lejött az árfolyam, aztán megint felment, megint lejött, tehát itt ilyen csapkodásokban nem szabad részt venni, ilyenkor, amikor uborka szezon van, akkor békén kell hagyni, és csak azokra a párokra kell koncentrálni, amik már a szinttörésen túl vannak. És most, ha megnézzük, lemegyünk a kisebb idősíkra, itt ugye a kurzor felfelé gomba, meg tudjuk nézni, és jól látható, hogy egyelőre hosszú távon még nem gondolkoznék azért shortban, mert az előző hónap szintje még nem sérült lefelé, tehát itt kialakított egy úgymond második lábat nekem, és amíg egy diszkontárat, ahogy szoktam mondani, és hogyha ez az alj nem sérül lefelé, akkor jó eséllyel újra elindulhat majd az árfolyam felfelé. Ilyenkor be lehet húzni ide egy trendvonalat, ugye itt a bal oldalon találhatók az eszköztárból, lehet kiválasztani, és ide bekattintva nagyon szépen be lehet húzni a trendvonalat, tehát itt előbb-utóbb kell lennie itt egy holdzónás szórakozásnak, és aztán, hogyha át tudja törni egy szignifikáns gyertyával, akkor lesz egy trendvonaltörésünk, lesz egy szinttörésünk, és lesz egy olyan momentum gyertyánk, aminek a segítségével be tudunk majd lépni, és ugye egyelőre még továbbra is felfelé várnám az árfolyamot a két évvel ezelőtti szintre. Mivel egyelőre itt nincs jó belépési lehetőség, így megyünk is tovább a következő pára, GBP japán yen. Itt vagyunk a hetes csárton, és az látható, hogy volt egy utolsó, legmélyebb hetes gyertyánk, ami pár héttel ezelőtt itt felpattant. Ugye ugyanúgy, ahogy a MetaTrader-ben itt is bekötöttem, és nagyon szépen pluszban van jelenleg is az árfolyam. És hiába a két héttel ezelőtti nagyon szép gyertya, ami már a szint felett zárt,
egyelőre vissza tudott jönni a szint alá zárfolyam, úgyhogy most megint meg kell várnunk azt, hogy újra a szint fölé tudjon zárni. Ugye mindig arról beszélek, az egy dolog, hogy áttörte a szintet, de a szint felett is kell, hogy maradjunk, és amíg ez nincs meg, és ugye általában egy-két longos irány után mindig szokott jönni egy kis short is, és meg kell várnunk, hogy jöjjön egy olyan heves mozgás, amivel újra a szint fölé tudunk zárni. Ide is be lehet akkor majd húzni egy nagyon szép trendvonalat, itt már kialakulóban van ez a kis nyakvonalunk, és ugye lesz egy trendvonaltörésünk, nyakvonaltörés, és mehetünk a 2 évvel ezelőtti szintre, úgyhogy ez lesz a következő menet, de itt is egyelőre várat magára a jó belépés. Mivel egyelőre egy sincs jó setup lehetőség, így megyünk is tovább, mégpedig az euró japán jenre. Itt is az látható, hogy pár héttel ezelőtt csinált egy nagyon szép felpattanást, és abban reménykedtünk, hogy itt elindulott újra felfelé az árfolyam, de a szint fölé nem tudott zárni, ezért jó a rövid távú kereskedéseknél ezeket a hosszú távú megerősítéseket megvárni, mert amíg nem tud a szint felé zárni, addig nem tudunk hosszú távban, sem rövid távban elindulni felfelé, és most már a harmadik hete sortosban van a történet, akár meg is csinált egy újabb mélypontot, meg kell várnunk, hogy itt mi történik, úgyhogy itt jól láthatóan a közeljövőben nem lesz még jó belépési lehetőség felfelé. Nagy valószínűséggel a többi japán jen páron is hasonló szenáriókat fogunk látni, de megyünk is tovább, NZD japán jen, itt vagyunk a 7-es csárton, itt is az látható, hogy már több hete oldalazik az árfolyam, itt is volt egy utolsó legmélyebb 7-es gyertyánk, és tulajdonképpen a 2 évvel ezelőtti szint, és a 7-es gyertya szintje közé van beszorulva az árfolyam, és bár itt volt egy fordulós kis gyertyánk, de igazából a szint fölé itt se tudtunk zárni, tehát mindig meg kell várnunk a szint fölé zárást, a szint áttörését, a szint visszatesztelését, és hogy maradjunk a szint felett, utána lehet csak gondolkozni hosszú távú kereskedésben, és jól látható, hogy itt most már több hete nem történik semmi. Ezek a fontos szintek környékén mindig megpihen az árfolyam, és türelmesen ki kell várnunk az újabb momentumot. Itt sincs értelme tovább időzni, úgyhogy megyünk is a következő párra, ausztrál dollár japán jen, szintén zenész hasonló a történet, itt is meg volt a felpattanás pár hónappal ezelőtt, viszont most megint a tavalyi év szintjét tesztelgeti, és a 2 évvel ezelőtti szint között van az árfolyam, újra benézett a két szint közé, és egyelőre az látható, hogy most már itt is a 4. hete nem tud semerre elindulni az árfolyam. Itt is még egyelőre felfelé várnám, hogy elinduljon, de itt is meg kell várnunk, hogy jöjjön egy olyan momentum, ami a szint fölé tud zárni, és aztán újra mehetünk felfelé, mert itt is egy nagyon szép menet lehet még, de egyelőre még a japán jen párok jól láthatóan váratnak magukra. Ezzel a japán jen párokkal is végeztünk, úgyhogy megyünk is tovább, még gyorsan végignézzük a CHF párokat, aztán kicsit ránézzünk az indexekre, és aztán átmegyünk a MetaTrader-re, és megnézzük, hogy rövid távon lesznek-e lehetőségeink a következő napokban. Az első CHF párunk nem más, mint az USA dollár CHF. Ugye múlt héten is arról beszéltem, hogy itt nincs igazán komoly szint környékén az árfolyam, tehát nagy levegőbe lóg az egész, úgyhogy egyelőre én ezt a chartot biztos, hogy nem bántanám, megvárnám, hogy egy fontos szint környékére érkezzen az árfolyam, és ott néznék majd belépési lehetőségeket. Megyek is tovább a következő pára, GBP CHF. Jól látható, hogy pár héttel ezelőtt visszatért az árfolyam ebbe a zónába, tehát az utolsó legmagasabb 7-es gyertya a legmélyebb pontja, és a tavalyi év szintje közé. Ide van beszorulva már több hónapja az árfolyam. Egyelőre visszateszteli ezt a szintet. Ha a szint fölött tudunk maradni, akkor jó eséllyel a közeljövőben újra elindulhatunk majd felfelé. Ilyenkor érdemes esetleg lemenni a kisebb idősíkra, ugye nyomunk egy fölfelé kurzot, és már lent is vagyunk a napos csárton, és az látható itt a napos csárton egyelőre, hogy szépen teszteli vissza az árfolyam ezt a szintet, amit áttört. Általában mindig erről beszélek, ugye, hogy volt itt is egy nagyon szép trendvonaltörésünk, és elindult felfelé az árfolyam. Itt már második lábról beszélek, mert itt már az első láb megvolt, ez a szint nem sérült, viszont itt is még mindig meg szoktam várni a nyakvonaltöréseket, és utána jöjjön vissza az árfolyam, teszteljen vissza, és itt ezeknek a szinteknek a környékén keresnék majd új belépőket. Akár rövid távon meg lehet kereskedni a tavalyi év szintjéig az árfolyamot, aztán meglátjuk, hogy itt mikor tud áttörni. Egyelőre az látszik, hogy nagyon szépen visszatesztel, tehát itt majd a következő időszakban, ha újra tud fordulni az árfolyam, és már a szint alá nem zárt testtel a napos gyertya, akkor jó eséllyel jöhet majd egy momentum gyertya, egy szép zöld gyertya, amiben aztán újra elindulhatunk felfelé. Ide be lehetett húzni ugye egy trendvonalat, mindjárt be is húzom, hogy jobban látszódjon az egész, tehát itt volt a történet,
Itt nagyon szépen áttörte azt a szintet, és a múlt hét arról beszéltem, ugye, hogy a CHF párok nagyon szépet mentek itt az elmúlt időszakban, itt erről az időszakról beszélek, de itt, aki esetleg lemaradt, nem maradt le alapvetően semmiről, mert a diszkontáron vásárlás mindig a legjobb vétel, és itt tudunk esetleg újra majd belépni a következő időszakba, tehát a GBP-CHF-re mindenképp figyelnék. Ilyenkor érdemes itt hagyni a csártot a napos idősíkon, hogy jobban észre tudjuk venni a jó belépési lehetőséget, akár meg is tudjuk jelölni egy kis téglalappal, és azt mondjuk, hogy ide bejelöljük, és itt ezt már tudjuk legközelebb, hogy erre a devizapárra érdemes lesz figyelni a következő napokban. De megyünk is tovább a következő CHF pára, Euro CHF. Ugye arról beszéltem, hogy az elmúlt két hétben szép emelkedéseken vannak túl, és a múlt heti zöld gyertya egy szép menet volt, ez a kisebb idősíkon látszik majd jobban, de az látható, hogy egy nagyon szép zöld gyertya volt, viszont az előző sáv, tehát a két évvel ezelőtti mélypont fölé nem tudott zárni az árfolyam, és ami múlt héten felment, az már most az első nap le is jött szinte, tehát ezért érdemes figyelni, hogy hol vannak a sávok, hol vannak esetleg szintörések, mert jól látható, hogy itt egy 4 héttel ezelőtti inside barban vagyunk benne, és ezek a szintek nem sérültek lefelé se felfelé, úgyhogy egyelőre itt egy csapkodós időszakban vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy rövid távon nem tudunk kereskedni, ilyenkor jön be a 4 órás kereskedési lehetőség, viszont ott nagyon szépen voltak belépési lehetőségek a múlt hét, 2 héttel ezelőtt pontosabban, és hogyha lemegyünk itt a napos chartra, akkor viszont azt láthatjuk, ugye, hogy be van húzva a trendvonalunk, de a hosszú távú trendünk még nem sérült felfelé, viszont itt is kialakíthatott egy második lábat most az árfolyam, mindjárt kicsit összép húzom, hogy jobban látszódjon, ide is be lehet húzni egy trendvonalat, és egyelőre az látszik, hogy nem tudott a szint fölé zárni, viszont hogyha ez az alsó szint, ez az első láb nem sérül már lefelé, akkor jó esetben ez jöhet egy második lábként, és itt jöhet egy kis oldalazás, majd egyszer csak újra elindul felfelé az árfolyam. Első körben rövid távon mindenképp csak a trendvonalig kereskednék, aztán megvárnék egy visszatesztet, hogy ezt a sávba jöjjön vissza újra az árfolyam, és hogyha már a szint fölött tudunk maradni, akkor jöhet egy hosszabb távú lehetőség is, tehát itt a következő időszakban érdemes lesz erre is figyelni. Egyelőre azt látni, hogy sem a japán, sem a CHF párakon nincsenek jó belépési lehetőségek, majd mindjárt kiderül, hogy rövid távú lehetőségek lesznek-e. Gyorsan még ránézzünk az NZD-CHF-re és az AUD-CHF-re is, és aztán átmegyünk kicsit az indexekre, és aztán jöhetnek a rövidebb távú kereskedések is. Menjünk is tovább a következő párra, NZD-CHF. Itt vagyunk a 7-es csárton, itt is nagyon szépen felért az árfolyam az előző év legmagasabb pontjához, de ugye ahhoz, hogy hosszú távon is el tudjunk indulni, mindenképp a szint fölé kellene zárnunk, visszateszt, ugye itt a szint alá már nem nagyon jövünk, és aztán utána mehetünk tovább a 2 év ezelőtti szint legmagasabb pontjára. Egyelőre itt is az látszik, hogy nagyon szépen lefordult az árfolyam erről a szintről. Itt volt egy utolsó legmélyebb 7-es gyertyánk, ugye ez a piros gyertya, ennek a szintjét be lehet esetleg húzni, most ennek a szintnek a környékén van az árfolyam, hogyha ez a 7-es szint esetleg tartja magát, akkor jó eséllyel újra elindultunk felfelé, de itt is kell lenni fog a momentum, hogy zárjunk a szint fölé, tehát egyelőre itt a CHF párunkban is türelmesen kell várnunk a jó kis momentumokra. És akkor utolsó CHF párként jöjjön az AUD CHF, egyelőre itt is a shortos a történet, meglátjuk, hogy meddig fog lejönni az árfolyam, hogy csinál esetleg egy újabb mélypontot, vagy egész lejön a 2 évvel ezelőtti szint mélypontjáig, meglátjuk. Egyelőre itt sincs nagyon teendőnk, ugye ahhoz, hogy elinduljunk felfelé, törni kellene a tavalyi év legmagasabb pontjának, és aztán trendvonalnak is törni kéne visszateszt, itt is már nem szabadna a szint alá jönnünk, és utána indulhatunk csak újra felfelé, egyelőre ez még elég messze áll ettől a történettől, tehát jól látható, hogy a japán és a CHF párakon is egyelőre még shortos az irány. Hát így a hosszú távú lehetőségében egyelőre nem nagyon duskálunk, amire érdemes figyelni a héten, a jelenlegi állás szerint az a GBP-USD, ami igazából egy szint feletti történet, ugye elindultunk felfelé, és egyelőre jó irányba veszi az árfolyam az irányt, és a másik, amire érdemes figyelni, az az NZD-USD, tehát ezekre figyelnék most itt a héten, ezekben lehet esetleg jó belépési lehetőség, sajnos a többi páron egyelőre sok lehetőséget hosszú távon nem látok, úgyhogy így át is térünk szépen, gyorsan még az indexeket megnézzük, meg az aranyat, és aztán átmegyünk a rövid távú lehetőségekre. Át is váltottam az indexek profilra, ezeket elmentettem egy külön sablomba, amit itt fönn tudok változtatni, hát itt vannak az elmentett chartjaim, tudom külön kategorizálni, úgyhogy sokkal könnyebb az életem, és áttekinthetőbb az egész történet.
úgyhogy itt most egyelőre csak az indexek fognak látszani, meg az arany, meg az olaj, úgyhogy ezekre fogunk most elsősorban csak koncentrálni, és sokkal könnyebb a csártok között váltani, és nem kell véglapozni az összes devizapárt, úgyhogy első körben az aranyat nézzük meg. Itt vagyunk a 7-es csárton, és ugye az látható, hogy a múlt héten nagyon szépen visszarántották az árfolyamot egy nagy kanócos gyertyában. Ilyenkor ugye honnan rántották megint vissza? Az utolsó legmélyebb 7-es gyertya legmélyebb szintjéről, és ugye arról beszéltem a múlt héten, hogyha a szint fölé tudunk zárni, akkor jó eséllyel újra elindulhatunk felfelé. Ugye ide is be lehet húzni egy trendvonalat, egy altrendvonalat, és amikor itt ez a szint sérül esetleg, akkor első körben lehet kereskedni rövid távon az aranyat, akár a trendvonali, és meglátjuk, hogy itt mi fog történni, hogy csinál egy mélypontot újra, vagy pedig szignifikánsan átöri, és megyünk tovább. Ugye elsődleges célárként az utolsó legmagasabb 7-es gyertya legmélyebb pontjáig várnám el, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább ennek a színnek a környékén, és a következő célár az pedig a tavalyi év legmagasabb pontja lehet. Mindjárt itt még gyorsan lemegyek a kisebb idősíkra, és megnézzük, hogy van esetleg jó belépési lehetőség, pontosan rossz irányba mentem. Itt vagyunk a napos csárton, és egyelőre az látszik, ide is behúzok egy kis altrend vonalat, és meglátjuk, hogy itt ez mikor tud törni, tehát itt is most ugye egy hold zónában vagyunk, tehát mindenképp várnék egy kis visszatesztet, és itt szórakozik az árfolyam egy picit, majd aztán csak fogja magát és elindul. Ez itt egy jó kereskedés lehet rövid távon, de egyelőre itt is a kivárás időszaka van. Egyelőre ennyit az aranyról, a lényeg az, hogy visszakerültünk a sávba, meg kell várni itt is, hogy kialakuljanak azok a formációk, ami után szépen bele majd lépni, úgyhogy megyünk is tovább, mégpedig a DAX-ra. Itt is a 7-es csárton vagyunk, be van húzva az utolsó legmagasabb 7-es gyertyám, ami a múlt heti volt. Ugye itt nagyon szépen látszik, hogy volt egy nagyon szép kanócos gyertyánk. Ennek a szintjére, ha behúztam a viszintes vonalat, a szinte megegyezik tulajdonképpen az előző hétnek a szintjével. És egyelőre az látszik, hogy áttörte hosszú oldalazás után ezt a szintet. Ugye itt beszéltem arról, hogy van egy Fibó szint a 138,2, ami valószínűleg hamarosan el fog érni, de egyelőre, hogyha lemegyünk a naposra, akkor azt látható, hogy itt még van egy kis visszatesztünk, tehát ugye mindig a szinttörés utáni visszatesztekben szeretek belépni, tehát nem az emelkedő sávba lépek be, hanem a visszateszt után, tehát a szinttörés utáni sávba, és jól látható, hogy több hónap szintjei sérültek, ilyenkor meg kell várni a diszkontárat, és utána lehet egy körre belépni még. Első körben mindig ugye addig várom el, ahonnan lefordult az árfolyam, tehát hogyha kicsit mélyebben vissza tudna jönni, akkor első körben ez lenne a céláram. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz mély visszateszt, vagy esetleg jön majd egy napos fordulós gyertya, és újra mehetünk zöldbe felfelé. Ezt ki kell várni, de itt a napos gyertyákra koncentrálnék most első körben, hogy jöjjön meg az a zöld napos fordulós gyertya, ami jelzésértéke bírhat, hogy újra mehetünk felfelé. A DAX is, ahogy a többi index is, új történelmi csúcsra ment, és egyelőre, ha megnézzük mondjuk a NASDAQ-ot, ott is hasonló történés látszik. Itt vagyunk egy utolsó, legmagasabb 7-es gyertya mélypontját is behúztam. Egyelőre, amíg ez nem sérül lefelé, semmiképp nem gondolkoznék shortban, de az látható, hogy egy több héttel ezelőtti nagy gyertyának a szintjét azt nem tudta még szignifikánsan átvinni. Ennek a szint környékén van az árfolyam, 1-2-3 negyedik hete próbálkozik. Jól látható, hogy se momentum, se lendület nincs igazából most ezekben az indexekben, úgyhogy hasonló helyzet van szerintem, hogyha átmegyünk az S&P 500-ra, és mindjárt azt is megnézzük, és ott is hasonló a történet. Itt is bejelöltem az utolsó, az múlt heti volt az utolsó legmagasabb 7-es gyertya, és egyszerűen, hogyha kicsit összehúzom a csártot, akkor látszik, hogy egy borzasztó nagy trendben vagyunk fent, és egyszerűen itt már nem sok értelmét látom bármit is vásárolni, meg kell várni, hogy elinduljon majd lefelé az árfolyam, előtte még lehet, hogy lesz egy hevesebb mozgás, és csinál majd egy nagy spike-os gyertyát, és majd csak utána fordulunk le, de egyelőre ugye itt is be vannak húzva a szintjeim, a tavalyi év szintje az itt volt, a két évvel ezelőtti szintet nagyon szépen átvitte, és itt volt az a momentum gyertya, amiben akár be is lehetett volna lépni, és semmi más dolgunk nem lett volna, mint csak tartani, és egyelőre szép pluszban tudtunk volna zárni. Itt érdemes mindenképp figyelni, hogy a 7-es gyertyák hogy zárnak majd. Itt mindenképp, ugye, hogyha most ha ez a szint nem sérül megint felfelé, akkor itt egy oldalazásban leszünk, tehát egy inside barban leszünk benne. Tehát itt most az indexeket biztos, hogy a következő napokban egyelőre nem bántanám. Hát egyelőre túl sok jó hírrel nem nagyon tudok szolgálni. Jól látható, hogy igazából belépési lehetőség szempontjából nem sok lehetőségünk van. Ne felejtsük el, hogy augusztus van, szabadságolási időszak, egy kis uborka szezon is befigyelt, nincsen forgalom, nincs tempó, egész délelőtt szinte meg sem mozdultak az árfolyamok.
esetleg a délutáni órák hozhatnak a piacnyitás, az amerikai piacnyitás hozhat egy kisebb mozgás majd, de igazából a szerdai naptól várnék esetleg egy kisebb mozgás lehetőséget, amikor majd ezek a fontosabb hírek kijönnek NZD, dollár és aut párokon, úgyhogy első körben én ezekre koncentrálnék, és meglátjuk, hogy ezekből mit tudunk kihozni a héten, úgyhogy mindjárt átmegyek a rövid távú kereskedési lehetőségekre, és megnézzük ott, hogy van-e kialakulóban esetleg bármi jó belépő a héten. Itt is vagyok a MetaTrader 4-4 órás chart beállításain, és megnézzük, hogy milyen lehetőségek várnak minket itt a következő pár napban. Itt egyelőre az látható, hogy nagyon szépen alakul itt egy 4 órás gyertya is, ami ugye a két héttel ezelőtti sávba próbál újra visszatérni. Hiába jött fel az árfolyam, nagyon szépen visszajött még egyszer, viszont most úgy néz ki, hogy újra próbálkozik felfelé az árfolyam. Tehát itt akár lehet majd egy 4 órás belépő is, mondjuk a 3 órás, 4 órás gyertyába, de egyelőre mindenképp megvárnám a napos gyertyák zárását, szerintem itt nagy csoda nem fog történni a mai nap folyamán, tehát nem maradunk le semmiről, hogy az előző hét szintje az itt van, és hogyha ezeket a szinteket át tudjuk törni, akkor a következő célára két héttel ezelőtti szint lesz első körben, úgyhogy ezekre mindenképp érdemes lesz figyelni rövid távon is. Jó, gyorsan ránézzünk az Euró-USD-re is, hát itt éppen egy visszatesztben vagyunk, ugye itt az előző hét szintjéről fordult le az árfolyam, viszont itt vagyunk a két héttel ezelőtti sávban, tehát egyelőre, hogyha itt visszatesztel az árfolyam, és esetleg ezt a szintet már nem törj át szignifikánsan, akkor jó eséllyel itt egy kis oldalazás után újra elindulhatunk felfelé, ugye itt van egy hosszú távú trendvonalom is behúzva, tehát itt törni kellene a szinteknek, a trendvonalnak, és akkor itt is a két héttel ezelőtti sáv lehet a következő célár. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a dollár párokon később kialakulhatnak rövidebb távú lehetőségek is, de az látható, hogy például még a GBP/USD már szintet tör, itt még egyelőre nem tud a szint fölé zárni az árfolyam, tehát itt az Euró/USD-t biztos, hogy nem kereskedném most itt a következő napokban. Megyünk is tovább, a következő pára NZD/USD, itt viszont az látható, hogy egy 3 héttel ezelőtti szint fölé zárta az árfolyam, egyszer már átment rajta, aztán visszajött alá, most újra áttörte, és most a héten, ha jó eséllyel ezt a szint fölött tud maradni, akkor a következő célár ugye az előző hét szintje, és aztán, hogy ezt is át tudja vinni, akkor itt is a két héttel ezelőtti szintig kereskednék rövid távon. Ebben látok esetleg esélyt, hogy itt a következő pár napban, hogyha jön egy jó kis zöld fordulós gyertya, ugye itt szerda hajnalban jönnek ki fontos hírek, úgyhogy érdemes lesz arra figyelni, azt csinált egy nagy momentum gyertyát, elképzelhető, hogy előtte lesznek már olyan 4 órás fordulós gyertyák, amiben érdemes lesz belépni, és hogyha jó adatok jönnek, akkor támogathatja az irányunkat, és nagyon szépen egy nagy momentum gyertyába elmentünk felfelé. Ezekre érdemes figyelni, hogy a hírek előtt esetleg egy nagyon pici stoppal belépni, és kockázatot vállalni, és hogyha jó a hír, akkor pedig nem maradunk le tulajdonképpen a kereskedésről, hanem esetleg gyorsan bent tudunk lenni, és utána egy szép profitra tudunk szert tenni. Megyünk is tovább, ausztrál dollár, USA dollár, itt vagyunk a két héttel ezelőtti szint mélypontján és az előző hét környékén is, tehát itt vagyunk egy zónában, egyelőre visszatesztelt az árfolyam, itt is, hogyha tartja magát ez a szint, akkor elindultunk majd újra felfelé, itt is meg kell várni a hold zónából való kitörést, ugye előző hét legmagasabb pontja, és utána itt is a két héttel ezelőtti szint. Egyelőre az látszik, hogy az euró és az ausztrál dollár igencsak lemaradva belépési lehetőségek szempontjából, úgyhogy itt is a kis idősíkon is a GBP/USD és az NZD-re érdemes koncentrálni, akár rövid, akár hosszú távú lehetőségként is. Ennyit a dollár párokról, megyünk is tovább, szokás szerint USA dollár japán jen. Jól látható, hogy nagyon szépen begyengült az árfolyam a múlt heti adatoknak köszönhetően, és az előző hét szintjét törte lefelé. Meglátjuk, hogy vissza tudunk-e kerülni ebbe a sávba. Ha igen, akkor itt megvárnék egy visszatesztet, és az elsődleges céláram első körben a két héttel ezelőtti szint lenne. És igazából, hogyha ráhúznék ide egy Fibonacci-t csak kíváncsiságból, hogy ez a Fibó 60-76 környéke lehet, és nagyon szépen passzol, ugye pontosan ez a szint a 76,4-es Fibonmal, tehát nem véletlen, hogy első körben ugye ezt várnám el, és hogyha így marad minden, akkor jó eséllyel megcsinálhatja a 76,4-et, itt ugye jöhet akár egy mélyebb visszateszt, nyakvonalteszt, és utána újra mehetünk felfelé, itt is van hely bőven felfelé, úgyhogy van hova menni, egyelőre meg kell várni, hogy a sávba térjen vissza az árfolyam, és hogyha visszatértünk, akkor jó eséllyel ezt a szintet mindenképp meg fogja csinálni. A jelenlegi tempót elnézve időbe fog telni, mire ez újra a szint fölé tud zárni, és aztán visszateszt, tehát lehet, hogy az egész hét rá fog menni,
úgyhogy megyünk is tovább, mert itt nincs lehetőségünk kereskedni GBP japánjen. Itt is hasonló a szenárió, mint az USA dollár japánjenné, az előző hét szintje sérült lefelé, meglátjuk, hogy vissza tudunk itt is kerülni a szint fölé, mert akkor jöhet egy jobb kis kereskedésünk, és első körben ugye mindig az előző hét szintjéig várjuk el, itt is az előző hét és a két héttel ezelőtti szint megegyezik, úgyhogy egyelőre itt is csak a kivárás időszaka van, tehát a japán párokban sem hosszú távban, sem rövid távban nincsenek egyelőre jó lehetőségek. Nagy valószínűséggel a többi japán páron is hasonló kép fog fogadni, azért gyorsan végigszaladunk rajta, euró japán, hát itt elég rendesen be is zuhant még a szintek alá is, tehát a két hét szintje is érültek. Egyelőre ugye az, amiről beszéltem a múlt héten trade alertként, hogy euró japán felfelé, az egyelőre nem jött össze, ezért nagyon fontos, hogy várjuk meg a megerősítéseket és a szabályaink szerint lépjünk be, úgyhogy itt egyelőre nincs jó kereskedési lehetőség, és hogyha átmegyünk utána az NZD japánjára, ott is hasonló a történet, igaz, hogy itt annyira mélyen nem sérült az előző hét szintje, de itt sincs egyelőre még belépési lehetőség, aztán ha átmegyünk az ausztrál dollár japánjára, az pedig visszajött a két héttel ezelőtti sávba, meglátjuk, hogy ez tartja-e magát és újra fel tud pattani az árfolyam, ha igen, akkor ugye először vissza kéne kerülnünk az előző hét sávjába, itt jöhet egy kis oldalazás, aztán utána elindultunk újra felfelé, de első körben itt is az előző hét, vagy pontosabban a két héttel ezelőtti szint tetejéig várnám el az árfolyamot, meglátjuk, hogy ezekből mikor lesz belépési lehetőség, de egyelőre elég komoly mélyrepülésben vagyunk. Jó, akkor még gyorsan végignézzük a CHF párokat, aztán megnézzük a GBP-AUD, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD párokat is, hogy ott esetleg vannak-e jó lehetőség, hogy ott az elmúlt időszakban elég szép kereskedéseket tudtam csinálni, meglátjuk, hogy a héten esetleg felajánl-e nekünk valami lehetőséget, de kezdjük először az USA dollár CHF-fel, ezt gyorsan átnézzük, hát itt egyelőre nem nagyon van semmi, hogyha véletlen esetleg visszakerülnénk itt is a sávba, ugye az előző hét és a két héttel ezelőtti szint környékén van az árfolyam, hogyha itt a két héttel ezelőtti szint tudna sérülni felfelé újra, akkor jó eséllyel mehetünk itt is felfelé, a célár pedig az előző hét legmagasabb pontja lesz, itt egyelőre nincs mit tenni, úgyhogy mehetünk is tovább. Következő párunk GBP-CHF, itt jól látható, amiről beszéltem, ugye itt volt két héttel ezelőtt a nagyon szép belépő, és egy hatalmas meneten szinte majdnem megcsinálta a több héttel ezelőtti szinteket, de még egyelőre nem tudott teljesen felérni, viszont itt is, hogyha újra elindul felfelé az árfolyam, visszakerülünk a sávba, a múlt heti sávba, akkor jó eséllyel, és a két héttel ezelőtti szint is sérül, akkor vissza tudunk menni, és első körben ugye az előző hét szintjeire várnám el az árfolyamot, tehát itt ebből lehet majd valamikor egy jó kereskedési lehetőség, elég mély visszatesztet csinál, tehát majdnem visszajött ugyanoda tulajdonképpen, ahol beléptünk, ezért nagyon fontos, hogy legyen stratégiánk a kilépésre és a belépésre is, és hogy meddig vagyunk hajlandóak tartani az árfolyamot. Hogyha itt behúztuk mondjuk a stoppunkat, és ezt a szint nem sérül, tehát nem jön lefelé ideig, akkor jó eséllyel újra elindultunk felfelé, de aki esetleg eltette itt a profitot, azzal sem volt semmi gond, mert nagyon szép profitra lehetett itt szerteni, 180-200 pip menet volt két hét alatt, úgyhogy ez egy szép kereskedés volt. Az euró CFN is hasonló szép menet volt, itt is jól látható, hogy két héttel ezelőtt itt a trendvonal törést ebben nagy momentum gyertyába akár be is lehetett volna lépni, ugye tört az előző hétnek a szintje, vagy pont annak a hétnek a szintje is tört felfelé, és aztán nagyon szépen megcsinálta a két héttel ezelőtti sávot, tehát bejött ebbe a sávba az árfolyam, és újra felpattant, és nagyon szépen megcsinálta, szinte milliméter pontosan, úgyhogy itt a CHF párokban az elmúlt két hétben egy nagyon szép menetelésen vagyunk túl, ezért jók a rövid távú kereskedések, mert bár a hosszú távban látható volt, hogy nagyon sok lehetőség nem volt, viszont itt ezeket a felpattanásokat és a két hetes szinteket nagyon szépen megcsinálja. Én ezért szeretem ezt a hetes csártot, vagyis hát a 4 órás csártot, ahol a hetes szintek vannak, mert itt ezek között nagyon szépen lehet kereskedni. Nem véletlenül említettem a bevezetőben, hogy attól függetlenül, hogy uborka szezon van, azért mindig találni egy-két olyan devizapárt, ami ennek ellenére szépen tud menetelni, és most itt az elmúlt két hétben ez a CHF párakra nagyon igaz volt, úgyhogy a következő CHF-nél is megnézzük, NZD-CHF, itt is nagyon szépen menetelt felfelé az árfolyam, és ugye a múlt heti szint az itt zárt, itt van most a jelenlegi két héttel ezelőtti szint, de ugye a 3 héttel ezelőtti szintre jött fel az árfolyam, ezt nagyon szépen áttörte, és itt zárt az árfolyam, de van egy hosszú távú célváram is, ami a következő szint, meglátjuk, hogy ezt mikor fogja megcsinálni. Egyelőre egy nagyon szép visszatesztben vagyunk, ami azt jelenti, hogy itt diszkont áron tudunk majd vásárolni, és hogyha a két héttel ezelőtti szint fölött tud maradni az árfolyam, akkor megvárnék egy kis nyakvonalat,
ide be lehet majd húzni egy trendvonalat, és első körben ugye az előző hét legmagasabb pontjáig várom el, és hogyha itt is tovább tud menni, akkor viszont a 4 héttel ezelőtti szintre, vagyis 1, 2, 3, 4, 5, 6 héttel ezelőtti szintre várnám el másodszorban, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mikor fog kialakulni, de egyelőre az látszik, hogy a GBP és az NZD párokban vannak esetleg lehetőségek, ezen belül is a CHF és az USA dollár párokban gondolkoznék. Jó, és akkor utolsó CHF párként jöjjön az Ausztrál dollár CHF, itt is komoly lejtmenetben van az árfolyam, ugye itt zárt a múlt hét, és bejött a 2 héttel ezelőtti szint és az előző hét szintje alá is az árfolyam. Itt is egyelőre azt várnám, hogy újra visszakerüljünk ebbe a sávba, itt hogyha a trendvonalat is át tudja törni, akkor első körben a célár az pedig ez lesz, de lehet, hogy jövünk lejjebb, még mélyebben, és akár vissza is tudunk ide is jönni, meglátjuk, hogy itt a következő napokban mi fog történni, úgyhogy egyelőre úgy látszik, hogy az ausztrál dollár a leggyengébb láncszem itt a 4 devizapár körül. Jó, és akkor végezetül még ránézzünk az aranyra és a DAX-ra is, és megnézem gyorsan a GBP-AUD, GBP-NZD, az EURAUD, EURA-NZD párokat is, hogy esetleg ott vannak-e jó lehetősége. Pár héttel ezelőtt ott nagyon szép kereskedést tudtam csinálni, meglátjuk, hogy a hét mit ajánl föl nekünk ilyen szempontból. Akkor első körben nézzük meg az aranycsártyát, itt vagyunk a 4 órás csártyán, és egyelőre az látható, hogy a 2 héttel ezelőtti sávba jött vissza az árfolyam nagyon szépen, innen kikandikált, aztán visszarántották, és most egyelőre az előző hét szintje környékén van az árfolyam. Itt két dolog történt, vagy áttöri esetleg, és aztán visszatesztve megyünk tovább, vagy pedig esetleg jön egy kis lejtmenet, mégis onnan tesztel vissza, meglátjuk, hogy ezek közül mi fog megvalósulni, és hogyha visszakerülünk ebbe a sávba, és át tudjuk törni az előző hét szintjét, akkor ugye a 2 héttel ezelőtti sáv, ahonnan lefordult az árfolyam, akkor oda várnám el első körben. Nyilván itt lesznek azért még elakadási pontok, tehát itt jöhet akár több visszateszt is, és csak utána fog elmenni, de jó eséllyel, hogyha itt elindulhat újra felfelé az árfolyam, akkor nagy valószínűséggel 1-2 héten belül megcsinálhatja ezt a távolságot. Belépés egyelőre itt sincs, úgyhogy megyünk is tovább, mégpedig megnézzük a DAX-ot. Itt vagyunk a 4 órás csárton, és az látható, hogy több hét szintje is sérültek, ugye nagyon szépen átvitte ezt a 2 héttel ezelőtti szintet, és egyelőre visszatesztben gondolkozunk, meg kell várjuk, hogy jöjjön egy mélyebb visszateszt, és hogyha itt a szint környékén tudnánk esetleg bevásárolni, akkor jó eséllyel újra mehetnénk felfelé, és az előző hét szintje lenne az elsődleges célár, és utána meglátjuk, hogy engedhetjük-e tovább az árfolyamat, vagy esetleg itt újra lefordul. Minden esetre ez egy szép kereskedés lehetne, hogyha itt jönnének olyan jelzések, amik esetleg egy fordulást mutatnának, és akkor be lehet lépni első körben az előző hét szintjéig. Hát egyelőre a 4 órás csártokon sem dúskálunk a lehetőségekben, ezért még ránézünk egy-két devizapárra, mondjuk a GBP AUD-ra. Itt vagyunk a GBP AUD-on, és jól látható, hogy elég hevesen felpattant az árfolyam, és elég erősen kezdett a hét. Jól látható, hogy itt volt a belépőm több héttel ezelőtt, itt majdnem ki is toppolódtam, de nem jött le odáig az árfolyam, és megcsinálta itt is ugye a második lábat, és arról beszéltem az előző időszakban, hogy idáig várnám föl az árfolyamot, és jó eséllyel ezt meg is csinálhatja, ezért nem szabad kapkodni a kiszállásra és a belépőkkel, mert egyelőre, amíg a stoppom tartja magát, addig nem szabad kiszállni, és türelmesen ki kell várni, mert így is úgy is, de el fog jutni idővel az előző időszaknak a sávjához, úgyhogy jó esetben ezt meg is csinálhatja itt a következő napokban. Akkor megnézzük még a GBP-NZD-t, itt is egy szép szenárió van kialakulóban, nagyon szépen tisztán mozog a csárt most egyelőre, és jól látható, hogy itt is volt egy nagyon szép kis csúcsunk, ahol be lehetett húzni a trendvonalat, itt volt egy kis oldalazás, egyelőre a szintek tartják magukat, úgyhogy jó eséllyel itt elindultuk újra felfelé. Én itt most csak kísérlet jelleggel beléptem, de ugye itt még a szabály szerint nem kellene belépni, meg kéne várni a trendvonaltörést, egy visszatesztet, és csak utána belépni, mert akár még itt is bezuhant az árfolyam, bármi megtörténhet, attól függően, hogy milyen hírek jönnek ki, ugye, itt a szerda hajnali órákban, NZD párokon, úgyhogy óvatosan kell ezekkel bánni, de egyelőre pluszban van az árfolyamon, meglátjuk, hogy el tudunk-e jutni idáig esetleg, vagy pedig jön egy mély repülés és megyünk lefelé, meglátjuk itt a következő napokban mi fog történni, de egyelőre ez egy szép setupnak tűnik, hogyha így maradna.
Nagy valószínűséggel az euró AUD és az euró NZD-n is hasonló képet fogunk látni, legfeljebb egy kicsit lemaradt állapotban, de azért ránézzünk euró AUD, itt is nagyon szépen tört a trendvonalunk, ugye arról beszéltem a múlt héten, hogyha ebbe a sávba vissza tud kerülni az árfolyam, akkor elindultunk újra felfelé, ez meg is történt, itt igazából nagyon visszateszt nem történt, úgyhogy előbb-utóbb várnék majd egyfajta visszatesztet, ugye itt volt az előző hét szintje, megvárnám, hogy esetleg visszajöjjön egy kicsit, és utána egy nagyon szép menetbe lehet részünk, hogyha a két héttel ezelőtti sávot meg tudja csinálni nekünk, úgyhogy egyelőre ez egy jó kereskedés lehet, ebben gondolkoznék hosszú távon, meglátjuk, hogy itt mekkora lendülettel megy tovább, vagy esetleg jövünk vissza egy kicsit, visszateszteli ezt a szintet, és diszkontáron újra be tudunk lépni felfelé. Jó, és akkor végezetül gyorsan ránézek még az euró NZD-re is. Itt vagyunk az euró NZD párján, itt ugye nincs már akkora lendület, mert jól látható az NZD és az AUD közötti különbség, hogy azért az NZD dominál egyelőre. Itt is azt látjuk, hogy visszatértünk a sávba, és egyelőre a két héttel ezelőtti szintet kellene áttörniük, és meglátjuk, hogy itt ebből mit tudunk kihozni. Erre is érdemes lesz figyelni, de úgy látszik, hogy egyelőre a GBP párokon azért nagyobb a momentum, mint mondjuk az euró párokon, de ettől függetlenül az euró is megcsinálhatja ezeket a szinteket. Itt is, hogyha az előző hét szintjét át tudjuk törni, akkor jó esetben mehetünk itt is felfelé. Nyilván itt is lesznek még akadályok közben, de ettől függetlenül, hogyha ez a technikai kép így maradna, akkor jó esetben itt egy nagyon szép kereskedésben lehetünk benne, tehát a GBP-ot, GBP-NZD-kre újra érdemes lesz figyelni, mert kialakulóban vannak jó lehetőségek. Hát azt gondolom, hogy ma is sikerült gyorsan végigfuttunk a legfontosabbakat, és ezek közül, hogyha kicsit összegezni szeretném az eddig látottakat és hallottakat, akkor túl sok lehetőségben nem gondolkozhatunk, viszont azért van egy-két lehetőségünk hosszabb távban is, meg rövid távban is. Ugye első körben a GBP-USD és az NZD-USD párokra koncentrálni, ott azokban lehet rövid távú és hosszú távú kereskedési lehetőség is, aztán ott vannak a CHF párok, azon belül is a GBP-CHF és NZD-CHF, amire figyelnék, és itt van például a GBP-AUD, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD, ezekben pedig rövid távon is gondolkoznék, mert itt is lehetnek jó setupok, ha a technikai kép továbbra is így marad, és nem jön olyan hír, ami tulajdonképpen teljesen felülírja a jelenlegi állapotot, és aztán lehet, hogy újra kezdhetjük az egészet, de a jelenlegi állapot szerint ezek jó lehetőségek lehetnek. Bár nem duskálunk a lehetőségekben, jól látszik a tempón is, hogy mennyire nincs forgalom, de azért, hogyha jól szűrünk és odafigyelünk, akkor azért mindig találhatunk egy-két gyöngycelemet, amit meg tudunk kereskedni. A héten is biztos vagyok benne, hogy lesz egy-két kereskedési lehetőség is, úgyhogy ezekre érdemes lesz figyelni. A múlt heti XStation platform bemutató videó után többen jelezték, hogy letöltötték a platformot, aminek nagyon örülök, mert szerintem egy nagyon jó felületről van szó, és tényleg egy olyan broker cégről, ahol jó feltételek mellett tudunk kereskedni, úgyhogy érdemes lesz a jövőben is kipróbálni, és minden visszajelzésnek örülök. Ha esetleg megteszed, hogy a regisztrációs linkemen keresztül teszed mindezt, akkor nagyon hálás leszek érte, úgyhogy egyelőre ennyi lenne a heti piaci körkép, remélem, hogy a héten lesznek még változások és lehetőségek, hogyha lesz ilyen, akkor pedig a Facebook és az Instagram oldalamon szokás szerint be fogok róla számolni, és meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni ebből a hétből. Úgyhogy köszönöm szépen már a figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban.